nem tudjuk. Nemény András köszöntőjével kezdődött a virtuális térbe szervezett emlékműsor. Elsősorban a nemzeti öntudatra ébredés, és persze a szabadság ünnepe. De mondhatjuk azt, hogy Szombathelyen egy kicsit a családok ünnepe is, hiszen ezen a napon szoktak kimenni a skanzenhez a szülők, nagyszülők és elsősorban a gyerekek, hogy részt vegyenek a lovas programokon. A hagyományos huszáravató és felvonulás, valamint a zászlófelvonás idén is elmaradt. Az Agora által készített ünnepi összeállításban Dombi Bertalan a víztoronynál adta elő a nemzeti dalt. A magyarok istenére Katona Attila vezetésével virtuális történelmi séta indult a forradalom korabeli Szombathelyre. A történész félórás előadásában Horváth Boldizsár szombathelyi születésű, egykori igazságügyminiszter életét, pályáját foglalta össze. Az ő nevéhez fűződik egyebek mellett az igazságszolgáltatás és a közigazgatás szétválasztása. Ami személyesen az ő nevéhez kapcsolódik, az az igazságügy reformja. 1867-et követően ezt véghez vitte. Nagyon komoly vitákkal övezve. Szabó Tibor színművész színházigazgató mondta el Juhász Gyula 48. március 15-e című versét, majd Tóth Dániel énekelte Presser Gábor szabadságdalát. Ó, régi szép est! Tündöklő siker! A szabadság egy nagyon híres dal, kottáját nem láttam sohasem. Bár a szervezett városi ünnepség elmaradt, a Petőfi szoborhoz most is sok család ellátogatott. A gyerekek nemzeti színű virágokat, kokárdákat, lobogókat tűztek a talapzathoz. Kivágtuk ezeket, és hurkapárccal ráraktuk, és így a piros fehér zöld szalagot rákötötte anya. Vannak, akik minden évben eljönnek ide, és megemlékeznek a forradalom hőseiről. Ez a legnagyobb ünnepünk, március 15-e. Amikor lehetett, tavaly se lehetett már sajnos, mindig itt voltam, volt, amikor ők is el tudtak jönni, de most itt vannak Őri Szent Péterről, a két kis unokámmal. A városvezetők szűk körben koszorúztak. Nemény András polgármester, László Győző, Horváth Attila és Horváth Soma alpolgármesterek, valamint Bokányi Adrián, Németh Ákos, Szuhai Viktor tanácsnokok és Tóth Kálmán az EN Szombathely frakció vezetője hajtott fejet Petőfi Sándor szobra előtt, majd koszorút helyeztek el Horváth Boldizsár az Andrássy kormány igazságügyminiszterének szobránál a múzeumkertben.